Pénteken 19 órakor ismét megyei El Clasicót rendeznek a férfi kézilabda NB1B-ben, a KTA Piroska Szörp a Mizsák AC-t fogadja a Messzi István sportcsarnokban. A derbi előtt mindkét oldal főszereplőit megkérdeztük, hogyan is várják az év meccsét. Az év egyik legjobban várt találkozója következik, a KTA Piroska Szörp csapata a Mizsák AC-t fogadja. Nehéz helyzetben van ilyenkor az edző, hiszen muszáj tűzben tartania a csapatát, ugyanakkor túl nagy terhet sem róhat rájuk. Hogyan készül a KTA Piroska Szörp a Mizsák AC ellen? Így van. Talán most az egyszer azt tudom mondani, hogy nem lesz olyan mérkőzés, mint a többi, hiszen a bajnokságot nem úgy kezdtük, ahogy szerettük volna. Szerencsére Ózdon tudtunk javítani, és el tudtuk hozni a két pontot. Mindenféleképp hazai pályán szeretnénk a debreceni fiaskót javítani, és a két pontot itthon tartani. Várhatóan a szokatnál is többen látogatnak ki a Messzi István sportcsarnokban. Spanolja-e ez a csapatot? Milyen a hangulat az öltözőben egy ilyen derbi előtt? Én nagyon remélem, hogy spanolja, hiszen nem mindegy, hogy 150 vagy akár 800 ember előtt kell játszani. Az a játékos, akit ez egy picit visszafog, az azt gondolom, hogy az nem alkalmas a profi kézlabdára, hiszen ha egy mérkőzésen minél többen vannak, az egy nagyon jó dolog, és azt gondolom, hogy az előre kell, hogy vigyen mindenkit, és olyan tűzben kell játszani, hogy mindent meg kell tenni a győzelem érdekében. Az első Kecskemét Lajos Mizse klasszikójára készül edzőként, hogyan várja a mérkőzést? Hát egyelőre még vegyesek a képeim, amik kialakultak erről a mérkőzésről, csak hallomásból tudok információkat, hogy nagy rangadója van a Mizsák AC és a KTE mérkőzéseinek, akár Lajos Mizsén, akár Kecskeméten van. Egyelőre még a druk nem dolgozik bennem, valószínű pénteken már fog az is. És hogy áll a Lajos Mizsé a mérkőzés előtt, hogy készülnek a találkozóra? Különösebben nem készülünk, tehát ugyanúgy készülünk erre a mérkőzésre, mint az összes többire. Nyilván a játékosok sokkal jobban ismerik egymást, mint az összes többi csapat esetében, hiszen nagyon sokan játszottak Lajos Mizsén olyanok, akik korábban a Kecskemétnél voltak és fordítva, tehát ez mindig presztízs mérkőzés a két csapatnak. Mi lehet a döntő egy ilyen összecsapáson? Ön szerint rengeteg néző lesz, nyilván felfokozott hangulat, ez a játékosokra is kiadhat majd. Hát elvileg a Kecskemét csapatának jobb a játékos állománya, és a szakemberek is előrébb várják őket a tabellán. Mi minden mérkőzésen az életünkért küzdünk, nyilván szeretnénk most is ponttal pontokkal távozni, de tudnunk kell, hogy ennek a mérkőzésnek azért, főleg hazai pályán, a Kecskemét az esélyese. De mivel minden ilyen rangadó, ahol érzelmek dolgoznak a játékosokban, kihatott pozitív és negatív irányba, mi azon leszünk, hogy megpróbáljunk a maximumot kihozni ebből a mérkőzésből. Bújdosó Máté csapatkapitány már mind a két oldalon megérte egy párszor ezt a rangadót. Milyen várakozásokkal tekint a pénteki mérkőzés elé? Így van, én már mind a két együttesben szerepeltem. Én azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen mindegy az, hogy a két csapat a tabellán hanyadik pozíciót foglalja el, ez egy örök rangadó marad, mindenki ennek függvényébe várakozik a mérkőzésre, úgyhogy én egy nagy csatára számítok, és remélem sok nézőre. Mire számítasz a pénteki mérkőzésen az eredmény vonatkozásában? Hát hazai győzelmet várok mindenféleképpen. Hát itt ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy sokszor nekünk az volt a problémánk, hogy átestünk a ló túloldalára, tehát presztízs kérdést csináltunk ebből a dologból. Én azt gondolom, hogy idén az élményért kell játszani, ki kell szolgálni azt a sok embert, aki megtisztel minket, hogy kijön a mérkőzésre, és győzzön a Kecskemét. Egy pozitív főst szeretnénk kiemelni a tavalyi Kecskemét Lajos Mizse párharcból, akkor mindenképpen te lennél, hiszen 9 gól dobtál, az utolsó percben te góloddal nyertetek. Hát gondolom kellemes emlék így az a mérkőzés. Kellemes, igen, és bízunk a hasonlóba a mostani mérkőzésen is. Reméljük kicsivel korábban el tudjuk dönteni, hogyha úgy alakul a meccs. Korábbi évekhez visszatekintve is azért mondhatni, hogy volt keresni valunk Kecskeméten, azért vagy pontokat, hogy pontokat el tudtunk rabolni tőlük. A
keret erősségétől függetlenül is, ezért most is bízunk abban, hogy győzelemmel tudunk végezni. Hogy látod most a két csapatnak az elejét az eddigi bajnoki fordulók alapján, mit tudtak a Kecskemétről? Hát eddig az eredmények alapján elég heptikus, nekik is voltak váratlan vereségeik, ahogy most hétvégén egy kicsit váratlanul szoros csatába győztek, számomra meglepően. Én most azt mondanám, hogy nagyjából 50-50% az esély a két csapatnak, mert nagyon a bajnokság elején vagyunk. Rengeteg új játékosunk van, nekik is változott a keretük. Ezért én azt mondanám, hogy ez ilyen pillanati forma alapján fog eldőlni most pénteken. Rengeteg néző szokott lenni ezeken a meccseken, általában ez nyilván földob titeket is, a kecskemétieket is. Mennyire szoktátok várni egyébként ezt a rangadót így szezon előtt? Igen, ez egy kimondottan jó érzés, hogy Kecskeméten közel 1000 szurkoló szokott kijárni egy ilyen idézőjeles megyei elklasszikóra. Ez azért feldobja mind a két gárdát, minket azért elég rendesen pozitív hatással. Reméljük most is, és inkább a hazaiakat fogja nyomni ez a teher, hogy ekkora hazai közönség előtt kell bizonyítani. A fiatal Forgás Tamásnak ez lesz az első derbije, a legendás KTM Mizse KC rangadó. Mit hallottál eddig erről a presztízs mérkőzésről? Eddig csupa jót hallottam, tudom, hogy milyen jó a hangulat, tudom, hogy mekkora hangsúlyt fektet mindkét csapat erre a derbire, és hogy a szurkolók számára is ez egy kiemelt mérkőzés. Ugye Veszprémben pallérozódtál az elmúlt időszakban, elérte oda a derbi híre? El, persze. Ha más nem, akkor általam, ugyanis amikor ez a meccs volt az előző években, mindig hangoztattam a többiek számára, hogy most lesz ez a bizonyos megyei elklasszikó. Bizony, pénteken lesz a megyei elklasszikó. Kaptál az öregebbektől valami jó tanácsot arra, hogy hogyan kell viselkedni egy ilyen mérkőzésen, hogyan kell hozzáállni, esetleg milyen praktikák vannak, hogy sikeres legyen a végkimenetele? Hát ugyanúgy kell hozzáállni, mint minden egyes mérkőzéshez, a maximumot kell megpróbálni nyújtani. Igazából ugyanúgy készülök erre, mint a többi meccsre. Videózunk, és mindent tőlünk telhetőt megteszünk a pályán. Ha tetszett a videó, iratkozz fel és lájkold Facebook oldalunkat!